Vendégeink itt a stúdióban dr. Szirmai Viktor, az Olajág Otthonok főigazgatója, és Szilágyi Nóra, a Cedek Emich Izraelita szeretetszolgálat vezetője. Jó reggelt kívánok, köszöntöteket. Beszélgettünk már ebben a stúdióban a demenciáról, mint egyre gyakoribb betegségről sajnos, de inkább 2-3 hete az ellátórendszer hiányosságairól volt szó, és nem annyira magáról a betegségről, a betegről, a családról, egyáltalán mindennapi életről, ami ezt a betegséget kíséri. Hogyan változik meg az élet, ha ez a betegség megjelenik a családban? Hát az ijegységen túl elsősorban sokkal több energiát és figyelmet kell fordítani a családtagoknak ilyenkor, a velük egy háztartásban élő, vagy akár távol élő rokonukra, hozzátartozójukra. Figyelmet, felügyeletet igényelnek ezek az emberek, hiszen ugye a betegség velejárója, hogy időben, térben is dezorientáltá válnak ezek az emberek, elképzelhető, hogy elkoborolnak, eltévednek, nem az évszaknak megfelelően öltöznek föl, tehát akár magukra is veszélyesek lehetnek. Folyamatosan biztosítani kell, hogy legyen egy letisztult napi rutin, ingereket kell biztosítani, hogy egy állandó hasznosságérzés, vagy napi rutin, bocsánat, vagy inger? Mind a kettő, tehát hogy az ingereket is bizonyos időszakonként kell biztosítani. Tehát ez azt jelenti, hogy a napi rutin, tehát hogy mikor vannak az étkezések, mikor az alvás, mikor a pihenés, mikor a séta, mikor esetleg mondjuk egy szakosított intézményben például erre foglalkozások, művészetterápia, mese, rajz, memóriajátékok. Ugye ezeknek mindig megvan a megfelelő időpontja, és ezért nagyon nehéz ezt egy családnak biztosítani, hiszen ezt mind együttesen kell létrehozni ahhoz, hogy egy demenciával élő ember nyugodt körülmények között és biztonságban élhessen. Igaz az, hogy a demenciát a család tagjai, akik nem szenvednek ebben, illetve először találkoznak vele, nehezen ismerik fel, nem tudják hova tenni az első pillanatban? Ez így van. Sőt, egy ideig még tagadásban is lehetnek, hiszen igen. Tehát, hogy a feledékenység, hát ez élet velejárója, stb. Tehát általában elég későn jutnak el a családtagok oda, hogy beismerjék, hogy itt most valami komolyabb dologról van szó. Igen. A szeretetszolgálat hogy tud bekapcsolódni ebbe? Ugye a Cedek szeretetszolgálat mindig ott segít, ahol tud, ez nemre korra vallásra való tekintet nélkül megtesszük, úgyhogy nem csak a gyerekeknek gyűjtünk játékokat, de az időseknek is, hiszen az Olajággal úgy kerültünk kapcsolatban, hogy elég közel állunk egymáshoz, és az egyik intézmény vezető megkérdezte, hogy nincs-e véletlenül egy játékbabánk, mert ugye a demens emberek nem tudják kifejezni az érzéseiket. Néha nem is értjük, hogy mit mondanak, hanem egyszerűen csak a maguk világában élnek. És hogyha egy babát adunk a kezükbe, akkor akármilyen állapotban is van az ember, főleg egy nő, az anyai ösztön előjön belőle, és abban azon a pillanat, lehet, így van, és abban a pillanatban, ahogy egy kisbabát adunk a kezükbe, és ez majdnem egy élethű, tehát a nagyságra, súlyra megfelelő babát adtunk egy lakó kezébe, és abban a pillanatban előjöttek ezek az ösztönök, és itt a babán keresztül mondta el, hogy jaj, éhes a baba, fázik a baba, és babusgatja, és így tudják az Olajág dolgozói azt, hogy fáj a hasa a hölgynek, hogy fázik esetleg, vagy bármilyen más problémája van. És akkor önök ilyen adományokkal segítettek, vagy gyűjtéssel? És így jöttünk mi a képbe, igen, hogy megkerestek minket, és akkor így pont egy olyan babát kaptunk, ami szükséges volt ott, elvittük, és hát itt nem ért véget a kapcsolatunk, hiszen napi kapcsolatban vagyunk, mert hogy plüsmackókat is, ugyanúgy, ahogy a plüsmackóhoz oda tudnak bújni, főleg amikor volt egy példa, ezt ha engedd meg, hogy elmeséljem, az egyik idős otthonban, hogy mind a két fél, tehát a férj és a feleség is demens betegként érkezett, vagy idősként érkezett, és amikor meghalt a bácsi, akkor a néni ezt nem értette, nem tudta felfogni. És egyszerűen mindig mondta, hogy hát hol van a férjem, hol van, és mondta, hogy hát elment. De hát mondtam neki, hogy siessen haza, tehát nem más világban élnek, és abban a pillanatban, hogy kapott egy hatalmas nagy plüsmackót, onnan a keze megnyugodott, mert érezte, hogy van mellette valaki, és át tudta adni így az érzéseit. De ez azt jelenti, hogy ez egy terápiás célú játékmackó is, tehát amikor ott van, akkor közlékenyebb talán azzal kapcsolatban is, hogy fel tudják tárni, hogy mi az egyéb problémája az életben, hogyha jól értem. Igen. Hát van olyan eset, amikor azt mondja, hogy a babának fáj a hasa, vagy valami, akkor gyanakodhatunk rá, hogy nem a babának, hanem a... Györgyi rákérdezett, mert igen, az ellátórendszerben kevés a hely, de például szakemberből van elég Magyarországon? Hát szintén ugyanúgy, ahogy kapacitásból is, szakemberből is kevés van. Lényegében mi is folyamatosan igyekszünk a saját kollégáinkat
workshopokon, egyéb módon tanítani, fejleszteni. Bocsánat, kiképző szakember, hogy ezzel a nagyon csúnya szó használ. Vannak néhányan, akik értenek mélyebben a demenciával való foglalkozáshoz, az ellátáshoz, de kevesen. És a családtagoknak tudnak segíteni? Ugye ezért sok esetben ott is segíteni kell, hogy mi ez a betegség. Ugye vannak ilyen bizonyos Alzheimer kafék, amelyeket mi is szeretnénk jövőre megszervezni. Itt a hozzátartozók lényegében a orvosoktól vagy egymástól tudnak válaszokat kapni a kérdéseikre, illetve tapasztalatokat cserélni. Nem, éppen tegnap előtt Ferencvárosban hívtak meg egy demencia kávézás nevű. Ez az, igen. És akkor ilyenkor, amikor az ember leül kávézni, akkor ide a hozzátartozó megy el, hogy minél többet tudjon, hogy esetleg az otthoni napi rutinban, vagy a hozzáállásában a szeretném. Hát hogy kell viselkedjen. Igen? Tehát, hogy ellenmondjunk-e, hagyjuk mondjuk rá. Mondjuk egy demens emberrel, hogyha valaki beszélget, akkor lehet, hogy 5-ször, 6-szor, 8-szor ugyanazt a mondatot, ugyanazzal a sebességgel, ugyanolyan türelemmel kell elmondani, míg esetleg az illető megérti. Ezt, erre azért fel kell készülni, főleg egy családtagnak, aki egy olyan hozzátartozóval találkozik, akinek mondjuk egy éve még vágott az agya, és hát ez nagyon nehéz lehet meg. Hát óriási türelem kell. Sok kérdésünk volt, millió lehetne még, hogyha valaki érdeklődik ez iránt, akkor van olyan elérhetőség, amit esetleg meg lehet adni, akár egy internetcím, ahol lehet érdeklődni? A mi idős otthonunkban vannak ilyen erre szakosított részlegek, ahol foglalkozunk. Az olajak.hu vagy valami hasonló? Igen, és hogyha pedig adományt szeretnének adni, nem csak az idős, hanem bárkinek, és most itt van az ideje az adományozásnak, akkor a www.cedec.hu, illetve a Facebook oldalunkon rengeteg lehetőség, hogy megtaláljanak minket. Ott lehet segíteni. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak. A műsor támogatója az olajág otthonok. Legyen a mi otthonunk az ön otthona.